Jó kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirko Ezotérikus Szabályegyetem vezetője. Most az aranymilliárdról szeretnék önöknek beszélni. Az aranymilliárdról eddig úgy beszéltek, mint egy ilyen meséről, ezt valaki kitalálta, de az illető nem teljesen komplett, stb. Stb. Azonban most nemrégiben a nemzetközi politikai színpadon előkerült az aranymilliárd témája. Korábban a politikusok erről nem beszéltek, és ha valaki erről beszélt, ráfogták, hogy mindenféle konspiratív teóriákat gyárt, aminek semmi köze a valósághoz. Aki pedig a YouTube-on beszélt erről, hát úgy tüntették fel, mintha olyan témákról beszélne, ami egy nagy nulla. Azonban pár napja minden megváltozott. Putyin nemrégiben egy konferenciát tartott a Szentpétervári Gazdasági Fórumon, ahol hivatalosan is beszélt az aranymilliárdról. Arról beszélt, hogy az aranymilliárd témája az nem biztos, hogy menni fog, hiszen egyes családok dominanciája nagyon megváltozott a világban. Az aranymilliárd arról szólt, hogy a Földön 1 milliárd embernek kell maradnia, amiből egy kevés lesz a főnök, a többi pedig a kiszolgáló személyzet. Jó, tehát Putyin világosan megmondta nemrég a Szentpétervári konferencián, hogy vége van az egy hatalomközpontú világnak, és egyre több hatalomközpont rajzolódik ki a világban. Ez egy hivatalos bejelentés volt, amit azért érdemes figyelemre méltatnunk. Azt is elmondta, hogy szerinte az aranymilliárd elmélete egy rasszista elmélet. Mert hogy 1 milliárd ember maradna, ebből egy kevés a felső réteg, a többi pedig a kiszolgáló, tehát ez az elmélet két éles részre bontja az emberiséget. Tehát rasszista, lényegét tekintve pedig koloniális. Ezt ő hivatalosan mondta el egy nemzetközi konferencián, ezért a világvezetői hírügynökségei rögtön elkezdték terjeszteni. Tehát látszik, hogy az ország vezetése, Oroszország vezetése és a hatalom birtokosa Putyin, vagy már régen tudtak erről, csak nem beszéltek, vagy csak most vették észre a jelenlegi katonai hadműveletek alatt, hogy az egyes országokban, nyugaton már igencsak kifejlődött az aranymilliárd felé vezető út. Persze itt is ugyanaz lesz, mint mindig. Ha bárki újat mond, mint például most az orosz elnök, azt leköpködik, megrúgdossák, hiszen az emberek agya nem tudja rögtön befogadni az újat. Minden ember agya olyan, hogy tele van tömve régi sémákkal, és hát valami újat hall, hát akkor az hülyeség. Remélem az ön agya nem ilyen, kedves nézőm. Ehhez kívánok minden jót, kérem lájkoljon és iratkozzon fel a csatornámra. Viszontlátásra!